Több mint 500 család vásárolhatott falusi házat a Prosperitáti Alapítvány pályázatainak segítségével. Most egy oromi fiatal házaspárt mutatunk be, akik a szülőföldjükön kívánnak boldogulni. Ez a mi kis várunk. Nagy Endre és Csilla idén szeptemberben házasodtak össze, mindketten vajdasági származásúak, mégis Szegeden találkoztak. Nagy Endre jelenleg mezőgazdasággal foglalkozik, felesége Csilla pedig egy magyarországi cégnél. A Prosperitáti Alapítvány jóvoltából vásároltak házat Oromon. És már régóta terveztitek azt, hogy vásároltok házat? Vagy ez az esküvő után jött az ötlet, illetve mikor vásároltátok ezt a házat pontosan? Illetve kinéztétek előtte, vagy kereskéltétek? Hát miután a Prosperitáti Alapítvány kiírta a pályázatot második körben, és akkor úgy döntöttünk, hogy szeretnénk pályázni, és körülbelül egy éve kezdtük el nézegetni a házakat itt a faluban, azt tudtuk, hogy itt Oromon szeretnénk házat venni, és akkor elkezdtük nézegetni ezt a házat, nagyjából egy éve láttuk először, akkor alkudoztunk, ráhagytuk, akkor még egyszer felkerestük az akkori tulajdonosokat, és hát nagyjából egy éve kezdtük. És mindenképp szerettünk volna, hát szerintem tavaly született meg bennünk ez a döntés, hogy szeretnénk külön költözni. A friss házasok már gondolkodnak a családalapításon, 2-3 gyereket terveznek a közeljövőben. Nagyobb házat szerettünk volna, amit, hogyha megvásárolunk, akkor ne kelljen bővíteni, tehát nem akartunk 1-2 szobásat, hogy utána hozzá kelljen építeni, hanem szerettünk volna rögtön egy nagyot, amit idővel felújítunk és berendezünk. Hát a családalapítás az igen tervben van. A házaspár igyekszik minél több időt együtt tölteni, még a ház körüli teendőket is gyakran együtt végzik el. A házhoz egy nagy gazdálkodásra is alkalmas udvar tartozik. Szeretnénk jószágtenyésztéssel is foglalkozni, termények tárolásával. Ha másra nem lesznek jók az épületek, akkor betárolom a terményeket. A Prosperitáti Alapítvány pályázata nagy segítséget nyújtott nekik abban, hogy elkezdhessék tervezni közös életüket. Endre és Csilla nem is tudta volna máshol elképzelni jövőjüket, mint Oromon. Egy fejlődőképes falu szerintem, egy szép falu. Községben is mindenfelé ilyen hivatalos helyeken tudunk érvényesülni, magyar nyelven. A falu ideális helyszín a családoknak, a nagy gazdasági udvar mellett a házi állatoknak is bőven akad hely. A feleség is felismerte, hogy egy barátságos kis településről van szó. Szülőfalujáról nem szeretett volna elmenni, én azt gondolom. Tehát lett volna máshol is lehetőség, külföldön is, Magyarországon is, akár Németországban, Szabadkán, tehát városra is mehetünk volna, de végül úgy döntöttünk, hogy én amikor például megismertem a falut, itt jártam először, akkor már megtetszett, tehát egy magyar település, kedves emberek, tehát kis falu, ahhoz képest szép. Csilla ugyan dolgozott egy ideig külföldön, de végül itthon, szülőhazájába visszatérve találta meg a boldogságot. Valójában amikor kimentem, akkor nem gondoltam, hogy én vissza fogok jönni, tehát nem így terveztem. De akkor megismerkedtem közben, meg igazából előtte is az Andrével, és hát végül abban egyeztünk meg, hogy akkor én fogok hazajönni, mert ő nem szeretett volna innen. A barát, család, meg igazából a gazdasága miatt. Endre és Csilla arra buzdítja a többi friss házaspárt is, hogy vágjanak bele, használják ki a lehetőséget. Tegnap Szabadkán 182-en írtak alá támogatási szerződéseket a Prosperitáti Alapítvánnyal falusi házak megvásárlásáról. Ezzel már 560 fölé emelkedett az így megvett ingatlanok száma Vajdaságban. A stúdió vendége pedig a témában Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány igazgatója, és Nagy Zita, az alapítvány központi irodájának vezetője. Jó napot kívánok mindkettőjüknek! Jó napot! Ügyvezető úrtól kérdezem először, hogy ismét nagy számú pályázóval kötöttek szerződést, még mindig nagy az érdeklődés így a falusi házak iránt?
Alapvetően igen, az első pályázati körtől, amikor kiírtuk a házvásárlási pályázatot, fokozatosan növekedett az érdeklődés, egyre többen ismerik meg a pályázás lehetőségét, úgy általában véve és ezen belül a falusi házvásárlást. Harmadjára írtuk ki ezt a pályázatot, ezzel már a legtöbbször kiírt pályázati kiírásunká vált, és most is 241-en pályáztak az első döntési körben, hiszen ennek nyomán írtunk tegnap alá a szerződést, 182-en írták alá a támogatási szerződést, és még 59 pályázat elbírálás alatt van, úgyhogy még számíthatunk újabb nyertesekre. Mekkora volt a teljes költségvetés, amit most rendelkezésre bocsátottak, és körülbelül így átlagosan mennyit kaptak a pályázók? A támogatási keretet, hála a támogatónak és a pozitív hozzáállásnak, a meghirdetett pályázatban nem is határoztuk meg keretet, hanem az volt a cél, hogy minden beérkező és jogosult és formailag rendben levő pályázatot támogatni tudjunk, és ez így is történt. Most erre a 182 sikeres pályázóra mintegy 215 millió dinárnyi támogatást fordítottunk, és még a további esetleges nyertes pályázókra is rendelkezésre áll a keret. Mekkorák voltak ezek a támogatási összegek? A legmagasabb pályázható összeg az 1,2 millió dinár, ez valamivel több mint 3 millió forint, az egy 10 000 eurónyi összeg. Átlagban azt lehet mondani, hogy ezt az összeget meg is közelítette az átlag is, illetve nagyon sokan ki is használták, hiszen vannak olyan közösségek, ahol többbe kerül egy-egy ház, amelyet megvásároltak. Ebben az esetben a pályázó önrészben biztosította a különbözetet. De egyébként a ház értéke nem érte el ezt a legmagasabb pályázható összeget, akkor gyakorlatilag önrész nélkül megvalósítható pályázat. Hogyan néz ki ez most gyakorlatban? Ugye 182-en tegnap aláírták ezeket a szerződéseket. Milyen feladataik vannak most ezeknek az embereknek? A 182 nyertes pályázónak kifizetési kérelmet kell átadnia ahhoz, hogy az alapítvány a következő lépéseket meg tudja tenni magát, a kifizetést. Ebben a folyamatban fontos, hogy amennyiben a projektjük önrészsel rendelkezik, ez az önrész befizetésre kerüljön, valamint leigazolják az alapítvány által kért dokumentumokat, konkrétan az állampolgárságot, úgy a szerbet, mint a magyar állampolgárságot, eredeti dokumentumokkal, aláírási címpéldánnyal jönnek az alapítványhoz mindkét pályázó, amennyiben házastársakról vagy együttélő párokról van szó, valamint váltóval, váltónyilatkozattal és egy friss ingatlanlappal, valamint a kitöltött kifizetési kérelemmel. Mennyi idő áll a rendelkezésükre, hogy ezt elvégezzék mind? Ebből a határidőből nem tudnak kicsúszni, igazából fontos, hogy a dokumentumok maradéktalanul beadásra kerüljenek, és az innen számított 45 napon belül történik meg a kifizetés, amennyiben az alapítvány minden dokumentumot rendben talált a kifizetéshez. Mindenkit ugye pontosan ez érdekel, hogy mikor történik a kifizetés, tehát ez a 45 nap, ez még azt jelenti, hogy idén lesz kifizetés? Igen, igen, mindenképpen az alapítvány tervezi az idén a pályázatok kifizetésének megkezdését, tehát még egyszer hangsúlyozzuk, amennyiben a kifizetési kérelemhez maradéktalanul átadásra került minden pontos dokumentum, innentől számított 45 napon belül. Ugye említette, hogy ez a harmadik ilyen típusú pályázat volt, terveznek még ugyanígy házvásárlásra kiírni pályázatokat? Mindenképpen tervezzük, úgy látjuk és úgy gondoljuk, hogy ennek a támogatási formának van létjogosultsága. A földvásárlás támogatásával együtt a következő fejlesztési ciklusban is arra számítunk, hogy ismétlődő pályázati kiírás lesz. Több olyan véleményt lehet hallani, hogy az ingatlan vásárlás mellett nagy szükség vagy nagy igény lenne a felújításra is. Ilyen kiíráson gondolkodnak, tehát hogy ház felújításra esetleg? Ez nem egy új igény, és nem egy új megjegyzés. Ennek vonatkozásával a megfelelő beszélgetéseket le is folytattuk, illetve ennek a kérdésnek a megválaszolásán is túl vagyunk már az első pályázati kört követően. Alapvetően egyeztetve a támogatóval, azt kell mondjam, sajnos nincs lehetőségünk házvásárlási pályázatra ebben a formában, illetve házfelújítási pályázatra ebben a formában kiírni pályázatot. A házvásárlást azt úgy tudtuk ebben a gazdaságfejlesztési stratégiának és programnak a részévé tenni, hogy olyan
falusi rurális közösségben vásárolunk házakat a pályázóinknak, ahol gazdálkodni, illetve valamilyen gazdasági tevékenységet lehet folytatni, és ennek okán kapcsolódik a gazdaságfejlesztéshez, illetve a fiatal párok, akik fészket raknak, majd a jövőben reményénk szerint lehetnek pályázóink is a ott már megvalósuló gazdálkodási vagy gazdasági tevékenységükkel. Alapvetően vannak ilyen kormányintézkedések Magyarországon vagy más EU-s országokban, viszont ez egy gazdaságfejlesztési program és nem egy szociális program. Érthető. Mennyire vannak tisztában, ezt többször megkérdezzük mindig, amikor önökhöz fordulnak az irodához a pályázók, hogy milyen dokumentációt kell összegyűjteni, és a pályázási folyamat hogyan megy? Igazából a pályázási folyamatban lassan a pályázók is belejönnek, tehát a területi irodás kollégáink maximálisan ellátják információval az érdeklődő pályázókat. Maga a pályázás folyamata már-már zökkenőmentesen zajlik, az átadásoknál van kisebb tumultus időnként, amikor kivárják az utolsó napokat, de igazából maga a pályázás folyamata már nem tűnik nagy kihívásnak, már a pályázóink számára sem. Tehát alakul ki a rutin. Igen. Végezetül arról beszélnénk, hogy milyen üzenete van ennek. Tegnap hallottuk, hogy most már átlépte a 10 000 sikeres pályázót is ez a szám. Milyen üzenetet tud ez elmondani? Legutóbb, amikor ugyanitt ültünk, és egy ezt megelőző szerződéskötési kör után voltunk, amikor 3251 pályázóval kötöttünk szerződést, akkor arról beszélünk, hogy majdnem elértük a 10 000 sikeres pályázót, és már önmagában az akkori aktuális 9957 sikeres pályázó is egy hatalmas szám, de talán a 10 000-es szám egy lélektani határ, ami tovább megerősíti a programunkat, illetve további súlyt ad neki. Azt gondolom, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor elindultunk, akkor a legvadabb álmainkban is, ha megismertük fogalmazni, azért hangosan nagyon nehezen, vagy inkább nem mondta ki senki, hogy egyszer majd el fogunk ide jutni. Ahogyan haladt előre a program, úgy egyre magabiztosabban lépkedve már világossá vált, hogy el fogunk tudni jutni a 10 000 pályázóhoz, ami egy hatalmas szám, egy ekkora a közösségben, mint a vajdasági magyar közösség. A pályázóinkkal együtt lett itt a lehetőségből valóság, a gazdálkodók, illetve a gazdasági szereplők, a magyar vállalkozók, mikro, kis, közép, családi vállalkozók, földművesek képzelőerejét, elhivatottságát, fejlesztési elképzelését és megvalósítási képességét dicséri ez a szám. Köszönöm szépen mindkettőjüknek, hogy befáradtak, és további sikeres munkát kívánunk. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük.